Sziasztok, Székely Viktor Vék az Avad ügyvezetője. Azért találkozunk megint, mert folytatom azt a sorozatot, amit két napja elkezdtem, mi szerint fontos nekem az, hogy távoktatási segédletet nyújtsak rendezvényszervezőknek és rendezvénytechnikai cégeknek. folytatom, amit elkezdtem, mégpedig ugye tegnap beszéltünk a hangosításról, beszéltünk a vetítés technikáról, hogy mi miért fontos és milyen szempontokat vegyünk figyelembe. Még az előző rendszerből ugye itt van nekünk a konferencia technika, ami egy fontos része bizonyos szempontból a rendezvényeinknek mire szoktunk egyből gondolni, természetesen a tolmás technikára, a hozzászólói rendszerre, illetve például a szavazásra, a szavazógépekre. Ugye a tolmás technikát nem kell magyaráznom, gyakorlatilag azért van rá szükség, mert ha több nyelvű egy konferencia, akár sok-sok nyelvű, tehát 10-12-20 nyelvű, akkor az, a, tehát az adott vendégeknek ugye értenie kell, hogy mit mond az előadó, és ezért kihelyezünk tolmácsfülkéket, a tolmácsfülkékbe szinkron tolmácsok ülnek, akik a vezérhang, illetve a terem, vagy a teremhang alapján hallgatva azonnal szinkronba készítenek egy fordítást. Ugye vannak olyan érdekes szituációk, mint mikor a tolmács fordításból például nem a vezényelvből, hogyha mondjuk magyar a konferenciának a vezényelve, akkor azt lefordítják angolra, de például egy, egy tolmács lehet, hogy nem a magyarból fordít például csere, hanem az angolból csere. Tehát nagyon fontos ennek a rendszernek a működőképessége, nagyon fontos az átláthatósága, hogy ne legyen ebből kavar. Ezek a fülkék általában hangszigeteltek, tehát a terembe kell elhelyezni őket azért, hogy a tolmácsok lássák az előadónak a gesztusait, lássák a prezentációkat. Ha erre nincsen lehetőség, akkor azt meg lehet csinálni, hogy minden egyes tolmácsfülképben vagy elé helyezünk egy monitort, amin akár élőképbe látja az előadót, de ami ennél fontosabb, a prezentációt lássa hogy éppen könnyebben tudjon fordítani a környezetbe, amiben, amiben, éppen tart az előadó a prezibe. A szavazások ugye régen nagyon fontosak voltak, mert szerették is, és nagyon sokat vittük, mert interaktívá tette az előadást. Tehát volt egy például egy orvosi konferencia, és megkérdezték az orvosokat, hogy egy adott esetben ezt a beteget milyen kezelésnek vették alá. És ezáltal létrejött egy olyan kontakt az előadó és a a résztvevők között, ami alapján tovább lehetett fűzni ezeket az eseteket, és ezáltal egy ilyen nagyon izgalmas, interaktív dolgot lehetett létrehozni. Ez mai napig így van, a technika egyszerűsödött, az információ és az informatika fejlesztése applikációk miatt gyakorlatilag nagyon könnyen elérhetővé vált, de amilyen gyorsan fejlődött ezzel párhuzamosan, itt van a harmadik dolog, az integrált konferencia mobil applikáció. Ezáltal ezt a, a szavazás dolgot már beleintegrálták egy komplet rendszerbe, ami gyakorlatilag képes programokat megjeleníteni, képes arra, hogy kérdéseket tegyél fel, képes információkkal ellátni, hogyha bármilyen szállással, étkezéssel, tehát egy, egy komplet szolgáltatás nyújt. Interaktív, és például segíti a becsekkolás vagy a regisztrációt is. Ha tovább megyek, akkor fontos a fénytechnikával foglalkozni, és ugye a fénytechnikát csak így legyintünk sok esetben a rendezvényeken, hogy ja, az, az nem kell, hát felkapcsoljuk a lámpákat. Ezzel nagyon nem értek egyet, ugyanis, a fénytechnikának funkciója van minden rendezvényen. Tehát, ha más nem, két lámpával világítsuk meg az előadót, hogy ne legyen sötétbe. Ezáltal fókuszt adunk neki, rá fognak figyelni a környezeti fényből, ha világos is van, kitűnik, nagyon-nagyon fontos. És ugye, mivel világítsam meg? Ugye nagyon egyszerű, régen mit használtunk? Késes lámpákat, aminek az a neve, vagy azért ez a neve, mert éles felületeket, felületekkel le tudjuk árnyékolni, tehát csak a színpadot kivágva késekkel, csak az előadót vetítjük meg. Miért volt fontos ez? Azért, mert a, a projektor, amit vetített fény, ad és arra rávetítünk lámpával, akkor csökken annak a kontrasztja meg a fényereje ezért el kellett mindig kerülni hogy a fényt úgy állítsuk be, hogy az, az csökkentse a projektornak a hatékonyságát na de ugye az előző részben beszéltünk a vetítés technikáról, hogy sok esetben már letfalakat használunk, tehát a letfalnak kellően van olyan fényereje meg kontrasztja azért, mert ugye közvetlenül a fénye az én szemembe jut, és nem egy reflektáló felületen, ezért például egy olyan előadáson már lehet simán deríteni, tehát nem muszáj figyelembe venni a környezeti hatásokat, tehát egy általános, egyszerű világítással is megoldható az, hogy az előadót kiemeljük. Miért fontos még kiemelni? Ugye majd később lesz egy rész a, a, a videótechnikáról, hogyha videótechnikát használok a... Előadáson akkor minden esetben muszáj világítanunk, mert ezáltal fog lejönni a háttérről az előadó, ezáltal fog életre el, megelevenedni maga a vetített kép. Ugye itt, ha a fénytechnikát nem funkcionálisan tekintem, akkor a másik szempontja a dekor. Egy rendezvényszervezőnek, vagy a rendezvényszervezésben jártas embereknek mindig az az első, kérdés, akkor legyenek falisúrlók. Mik ezek tulajdonképpen? Gyakorlatilag olyan statikus, vagy már sok esetben használ dinamikus lámpák, amiket a, a fal síkjával amennyire lehet legközelebb teszünk, és ezáltal megszínezzük a falat. Ezt ez egy ilyen háttérdekornak mondanám, Ugye ezt régen arra használtuk, hogy a céglogó színbe vagy dekor színbe egy kicsit a termet dekoráljuk. Sok esetben a konferenciatermek vagy a helyszínek olyan, vagy ilyen nagyon nyers fehér falfelületek, tehát muszáj vele valamit kezdenünk, és a legegyszerűbb, legjobb módja annak, hogy falszínezőket, súrló lámpákat fogunk betenni. Hogyha nem konkrét falakat vagy konkrét dolgokat akarunk világítani, akkor ott vannak a derítő lámpás színezések, vaslájtok, amikkel komplet nagy felületeket tudunk megvilágítani. Itt a fotón is látszik, hogy az általános derítést, azt vassal ö, ö, csináljuk, és ö, amiket látunk még a képen, is, és ö, azok mind ilyen mozgófejes, intelligens lámpáknak hívjuk, régen intelligens lámpának hívták, de az a kezelőjétől volt intelligens. A mozgófejes lámpák azok pedig funkciót látnak el: gobót vetítenek, dekor, dekorációt, animációs ábrákat, színeket, formákat, de ez például ehhez sok esetben szükséges a helyszínen. Ő, köd vagy füstgép használata. Régen ugye nem is voltak ilyen, tehát ez a technika is fejlődött, most már olyan hézerek ködgépek vannak, amiknek magát a, a füst nem látjuk, de a fény megjelenik, mert minden, ö, ö, mindenhez, minden fényhez kell felület, hogy lássuk a, a magát a fény csóvát. Tehát önmagában ugye a fénynek, ahol meg, megáll, megtörik, ö, ott lehet ö, tehát ott van a fény, fénynek a, a képe, tehát ott lehet látni a gobókat, ezek a gobók, ez olyan ö, tárcsák a lámpákban, amikkel formákat, logókat lehet kivetíteni, és ezeknek vannak ilyen ö, színképe a lámpákba, És ezek már ilyen effekt lámpák is, tehát egy előadásnak lehet egy fix háttere, koncertnek, bárminek, és ezeket meg tudjuk mozgatni, tehát dinamikussá, látványossá tudjuk tenni az előadást. Színpadtechnikát szeretném egy kicsit ö, kielemezni, és a technikához sorolom még a fénytechnikához tartozó ö, szerkezeteket, amik, amiket használunk. Tehát a színpadtechnikának funkciója van. Tehát például egy színpadnak ö, emeljük ki az előadót, Láttassuk, emeljük ki a tömegből, hogy a hátsó sorokból is jól lássák, illetve adjunk neki egy olyan ö, ö, emel, emelést, amitől egy kicsit ilyen színházibb jelleget adunk neki. Illetve nagyon fontos például a színpadot akkor is kell építeni, ha nincs felület, ahol, ahol lehet. Erre jó példa láttam, és, és tök jó megoldás, az akvavördbe. rendszeresen befedik a színpaddal a nagy medencét, és azáltal egy hatalmas nagy területet tudnak létrehozni. Gyakorlatilag ilyen szinten is kell gondolni a színpad technikára, hogy olyan helyeken, ahol nincsen helyem, asztalokra, a színpadra, akkor oda tudok vele építeni. Tehát építsünk felületet, ha nincs produkciók számára, akár kerekasztal beszélgetés, ez nagyon sokszor kérdezik a, a tőlem a rendezvényszervezők, szervezők, hogy, hogy legyen színpad, és mondom, mekkora színpadot szeretnél, mi lesz a színpadon? Hát csak egy beszélő. Mondom, akkor nem kell egy nagy, egy háromszor kettes, ez egy standard nyilván a rendezvénynek a, a méretétől, meg a helyszíntől is függő. Ja, meg lesz majd valami kerekasztal beszélgetés. Oké, okay, hány fő lesz? Hát azt nem tudjuk. De körülbelül mire számítunk, mert nem mindegy, hogyha ha négy fő beszélget, vagy hat fő, tehát hogy mit számolunk neki. Mert adott helyzetben, és majd visszatérünk következő adásokba arra, hogy amikor kimegyünk helyszínen, mire figyeljünk, hogy lehet fölépíteni. Nagyon sok esetben olyan elvárások vannak, akár a most jutott eszembe például az is, hogy egy hatalmas nagy zenekart akarunk egy olyan helyre betenni, ahol a zenekari riderbe szereplő színpadméret fizikailag nem fér be. Tehát ez nyilván valami megoldás, kompromisszumit igényel, erről is kell beszélgetnünk. Illetve fontos a színpadnak a minősége, vagy mienségét olyasmire gondolok, ha van például egy autóbemutató, akkor erre megfelelő teherbírású színpadot vagy, vagy ilyen rendszert kell építeni, hogy nyilván a, a biztonsági szabályoknak megfelelően működhessen ez a dolog. Illetve még van a színpadnak egy olyan jellege, ami szerkezeti tartó funkciót lát el. Sok esetben ugye a vetítés technikánál is beszéltünk róla, hogy a letfalakat, például ahol nem lehet függeszteni, akkor lábon föl lehet építeni. Igen, nem, de ha lábon építjük és nincs megemelve, akkor a, a vetítésnek az alját, azt elvesztjük, a, arra írt tartalmat az első sor fejétől ugye nyilván hátulról nem látják, tehát minden esetben, hogyha letfalat építünk, és, és, nem tudjuk függeszteni, akkor a színpad technika segítséget nyújt, mert tudunk egy emelést létrehozni ezzel kapcsolatban. A fényhidakról majd később fogok beszélni, az is majd lesz egy ilyen kis külön rész, mert az is fontos, mert itt, itt a statika része, a függesztési lehetőség nagyon sok helyen nem lehet függeszteni, vagy rámondják, hogy nem lehet függeszteni, mert el akarják kerülni a, a kockázatvállalást. Erre is vannak megoldások, ez majd egy külön témakör lesz. Ott gondoltam beletenni, ahol majd a, a külön speciális rígerek és olyan embereknek a munkájáról fogunk beszélni, és majd mutatok példákat erről is. Itt ö, nagy, ügyen, ö, nagy ö, ügyesen átugrottam a látványtechnikát, aki, aki figyelt, az, az látta, mert megelőzöm a videótechnikát egy picit, mert a látványról többet, meg más jellegű dolgokat akarok nektek mondani. Ugye a videótechnikán, ...ban sok dolgot lehet érteni eleve miért van szükség videótechnikára. ugye meg szoktam kérdezni minden rendezvényen ha viszünk ledfalat vagy viszünk projektort, akkor mit rakunk ki a, a vászorra? tehát prezentációt, élőképet, videót animációt, mi a funkció mire van szükség tehát a láthatóság ugye az lehet élőkép azért, hogyha egy olyan teremben vagyunk vagy a, a, az előadónak a a jellege mondjuk kevesebb prezentációja van, de mégis akkor őt egy nagyobb képkivágásba közelebb tudom az emberekhez, jobban látják a gesztusait, tehát erre, erre kell gondolni, illetve sok esetben úgynevezett delay monitorokat rakunk hátra, akik például olyan helyszínen vannak, hogy oszlopok vannak, és ők fizikailag nem látják az eladót, akkor egy élőkép segítségével az eladót bele lehet tenni abba a térbe is, hogy a hátsó emberek is láthassák. Ugye, mi, mi lehet? Lehet egy vagy több kamerás, illetve ehhez képest lehet operatőrrel vagy fix kamerákat használni. Jelen pillanatban itt a foton is látszik, hogy én is egy fix kamerát használok ehhez a videó elkészítéséhez, mert itt nyilván az én mozgásom behatárolt, hogyha egy pulpitushoz rakok embert, akkor, vagy egy fix helyekre rakok olyan kamerákat, fix kamerákat, Amik, amik, tudom, hogy vagy a látószöge miatt, vagy, vagy a, a miatt bőven elegendő egy ilyen, ilyen, például egy ilyen jellegű videófelvétel is, akkor ezeket tudom használni, vagy tudom integrálni a fix kamerákat akár egy operatőrrel a, a komplet videótechnikai rendszerekhez ugye tartozik egy videókeverő is, aholva tartozik egy, egy rendező és ugye ott vannak az operatőrök. Egy, tehát ez a videótechnika mindig egy, egy nagyobb költséget igényel, abban az esetben, hogyha nem tudjuk leszűkíteni, és hogyha van rá nekem költségkeretem. Azt javaslom, hogy minden rendezvény, ahol van vetítés, érdemes egy operatőt használni, érdemes egy kamerát használni, mert az előadós, előadásokat is jobban fel lehet dobni, meg tudom mutatni az előadót közelről, tehát ki tudom tenni az élőképet. Ez egy nagyon jó dolog. Ugye itt ez volt az élőkép része. Mi a, a másik dolog? A bemutató videó bejátszások, mert ugye ezt ugye le is kell gyártani, meg le is kell forgatni, tehát forgatni kell az abszurdum egy rendezvényre. Tehát létezik olyan, hogy van egy mondjuk fizikailag most itt ugye a járvány miatt is ugye funkcióban nem tud eljönni, tehát tud küldeni egy videót magáról, illetve le tudom, tudok küldeni egy stábot és egy riportot, akár le tudok az előadását forgatni vele. Tehát ezeket előre forgatott rendezvényanyagot be tudok mutatni. Akkor a belépőket azért, azért írtam, mert nagyon sok rendezvényen van, vannak olyan gegek, hogy elindulok egy szobából, elindulok valahonnan, beülök egy kocsiba, ezt előre leforgatom, kilépek a kocsiból, belépek a terembe, és már ott is vagyok. Nyilván a, a valóságot meg a képzeltet rakjuk össze, és egy nagyon dinamikát, egy nagyon nagy mozgást adunk a rendezvénynek. Erre gondoltam itt a belépőknél, hogy erre lehet használni egy utólagos gyártást, illetve elválasztó spotokat, viseket lehet tenni, vagy le lehet forgatni kis gondolatokat, riportokat a résztvevőkkel, és azokat visszajátszani a szünetekbe, hogy miért vagy itt, miért érdekes neked. Tehát erre használjátok a videótechnikát, erre, erre érdemes. Beírtam itt a, a, a mai időkben a legfontosabb jelleget, a streamet, ugye, amit már gyakorlatilag napi szinten a diákok, oktatók, és mi is használunk, ugye amikor élőben jelentkezünk be, és élőképet adunk embereknek. Nyilván ez egy, ez egy komplet multiformátum, mert ez ugye használ állóképet, élőképet, prezentációt, tehát ez egy, egy magasabb szintű modern dolog. Gyakorlatilag az, az IT technika fejlődése miatt a, le, teljesen leváltották a régi videokonferencia berendezéseket, ezek a, a, a videótechnikára ráültetett IT megoldások, tehát streamelhetünk a YouTube-ra, gyakorlatilag bárhova, Facebookra ra live-okat, élőket, ahol erre van szükség, amikor az embereket vagy az előadókat nem tudom közelhozni. Én hiszek abban, és ugye ez az egész dolog azért van most ö, ilyen távoktatási rendszerbe, mert én a, a kontaktot, az egymás szemébe nézést, a készfogást azt nagyon fontosnak tartom. Tehát én hiszek abban, hogy ez a, ez a piac nem áll át, mert én már hallottam ilyen, ilyen dolgokat is, hogy na most megszokjuk ezt a streamet, és akkor mindenki streamelni fog, és már nem lesznek rendezvények. Én ebben nem hiszek. Mert azt a látványt, azt a hangerőt, azt a rezgést, azt a, a, a dolgokat, amit egy egy rendezvényen egy nagy technikával megkapsz, azt egy tévére, egy háromvattos hangszorra nem lehet áthelyezni. Tehát fontos ez. Látjuk azt, hogy mikor még nem volt válság, a konferenciákról streamelnek az emberek, nem volt olyan számottevő nézettsége. De a lehetőség adott, nyilván ez is fog fejlődni, és meglátjuk, hogy hova jut. Ugye eljutottam az én kis ö, egyedi rendezvény technikai dolgomhoz, az én világomba, ezért tartottam fontosnak ezt külön venni, mert ö, itt van a látványtechnika, amivel ö, olyan dolgokat tudunk, tehát amiért fontos egy rendezvényen. Mert számtalan rendezvényünk volt még így januárban és január-februárban, és kaptunk olyan köszönőleveleket, visszajelzéseket, hogy az a látványvilág, amit ott létrehoztunk, az annyira megbaradt az emberekbe, hogy erről beszéltek és kommunikáltak róla. Tehát a látványon keresztül fogtuk meg a látogatót, interakciót gerjesztettünk vele, beszélnek róla, és beraktuk, felraktuk a rendezvény piacnak a a térképére ezt a rendezvényt, hogy igen, ez volt az, amikor azt és azt láttuk. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos. Ide raktam egy kis videót arról, hogy, hogy mi van akkor amikor, akkor, amikor kitalálunk valami látványvilágot, ami nincs, ami, ami egy hologram hatású dolog, ezt a Wolf Gáboréknak készítettük, és egy olyan helyszínen használtuk, ahol gyakorlatilag a kezünk meg van kötve, mert alacsony belmagasságú, ilyen iroda jellegű a helyszín, de mégis egy kis ötlettel, egy kis kreativitással gyakorlatilag nagyon szép és nagyon jó dolgokat tudtunk létrehozni. Azt gondolom, hogy zárjuk le itt a témát, mert a látványról külön akarok foglalkozni. Arról készítek nektek majd egy olyan prezentációt, ahol több videó van. Facebookra föl fogom tölteni, ezt javasolták nekem, hogy inkább oda töltsem, mint YouTube-ra. Ott azonnal fel tudtok tenni nekem kérdéseket, javasoljatok témákat, mire vagytok kíváncsi, itt vagyok, segítek nektek, a Facebook oldalon megláttok, és a következő adásra már számíthatok gyakorlatilag. Két nap múlva. Köszönöm a figyelmet, és sziasztok!